Elsőként akkor átadnám a szót Meleg Attilának, aki 25 percet kap, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ugye mindig nehéz dolog megfelelő időkereten belül átvenni dolgokat. Amit most megpróbálok megtenni, az annyival is nehezebb, hogy viszonylag nagy időtávot szeretnék fogni, és azt is szeretném megmondani jó előre, hogy én igazából a legfontosabb dolog, amit szeretnék, bizonyos elemzési szempontokat, elemzési szempont cölöpöket kiverni, ahhoz, hogy hogyan lehet egy munkát elvégezni a nagyon sok munka közül, ami a migráció területén ránk vár. Most az első dolog az, ami egy nagyon fontos szemléleti probléma és szemléleti vita a migrációs irodalmon belül, és ebben én egészen egyértelműen szeretnék fogalmazni. A migráció az egy annyira komplex folyamat, hogy bármiféle redukció, különösen tudományos szempontból megengedhetetlen. Na most, hogyha a migráció fogalmával dolgozunk, akkor tudnunk kell, hogy ez egy tömeges migrációról beszélünk. Tehát sohasem arról beszélünk, ami az egyéni egy-két esetet foglalna magában, hanem tömeges migrációról beszélünk. Ebben rengetegféle társadalmi szereplő vesz részt, egy történetileg meghatározott egyenlőtlenségi rendben. Tehát ebben részt vennek a migránsok maguk, a vándorló és a nem vándorló családtagok, az otthoni és a migrációs lehetőséget közvetítő társadalmi hálózatok, szervező ügynökségek, a küldő és fogadó államok történetében meghatározott a gazdasági, társadalmi, nagyon fontos nemi és diskurzív rendje. Más nem mondjak, a diskurzív rend, azt hiszem, hogy most mindannyiunk számára tökéletesen világossá vált, hogy mennyire fontos tud lenni. Tehát ezek mind, illetve a migrációs politikái, és még fontosabb, a fogadó államoknak a migrációra ható politikái, mert ugye ez a kettő nem keverendő össze. Na most, hogyha én ezt mind alapul veszem, ebben az esetben el kell mondani, hogy mindazon elmélet, amely a vándorlók haszon maximalizálására gyúrnak, azok az elméletek bizony bajban vannak, hiszen ennyi szereplő közül egyet választanak ki, és azzal próbálnak foglalkozni. Ahhoz, hogy a tömeges migrációt megértsük, ahhoz mindezen együttes tényezőnek a globális és a lokális dinamikáját kell valamiképpen megragadnunk. Még egy dolgot hozzá kell tennem, amikor migránsról beszélünk, az szintén egy erős redukció, hiszen összekeverni a Szászhalombattai erőműben belga befektető menedzsereket, összekeverni a Sepsiszentgyörgyről elment Padovában dolgozó öregeket gondozó idősebb hölgyel, illetve az illegális építőipari munkát végzőkkel. Na most ez egy olyan redukció, amit nem lehet igazából elvégezni, tehát ezt mindenképpen fel kell bontani. Amivel én itt szeretnék foglalkozni, az viszont egy nagyon nehéz feladat, mégpedig, hogy a történeti elemzés megerősödjön. Tehát megpróbálnék egy történeti strukturális elemzésbe belekezdeni, amivel meg lehet érteni ezt a migrációt, mégpedig az egyenlőtlen cserék és a történetileg intézményesült kapcsolatrendszerek világában. Miért teszem ezt? Azért, mert ha nem ezt tesszük, akkor bele fogunk esni abba a klasszikus hibába, amiben a közbeszéd és a tudományos közbeszéd is masszívan benne van, mégpedig, ugye, amit mozertani nacionalizmusnak neveznek, hozzátenném, mozertani európaizmus is van. Tehát azt hiszem az előző előadó világosan elmondta, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy a migráció Európában történik csak. Hát ez mozertani európaizmussal működik, a migráció elméleti szempontból viszonylag tartozatlan. Tehát, hogy ezekből ki tudjunk lépni. Mik lesznek a fő állítások? Az első az az, hogy ha Magyarország kapcsolatrendszerét próbáljuk elemezni, tehát Magyarország makroszintű kapcsolatrendszerét próbálom elemezni, akkor ebből a szempontból rendkívül nagy stabilitást fogunk majd megfigyelni. Más oldalról viszont a migráció, az el és a bevándorlásnak az intenzitása, ez jelentősen tud változni, ebben komoly átrendeződések vannak. Következő dolog az arra fog vonatkozni,
hogyha történeti, komparatív szempontból nézem, akkor mi Magyarország globális, strukturális helye, és majd amellett fogok érvelni, hogy ez egy, nem egy klasszikus félperifériás hely, hanem az államszocialista félperifériából egy gazdag és belső tőke, munkaerő és árumozgásában kivételesen szabad kapitalista blokk félperiférián élő tagja lett, ami ugye nagyon érdekes, mert hogyha megnézzük jó előre, hogy kire lehet igazán összehasonlítani, nagyon nincs ilyen terület. Tehát ha Mexikót vennénk, ugye Mexikónak nincsen megadva ez a szabad mozgás, tehát ugye Mexikó az jó lenne, de nem fog kijönni a lépés. Leginkább a volt szovjet területek bizonyos államaira hasonlítunk ebből a szempontból, de erre majd visszatérhetünk. A következő, egyenlőtlen csereviszonyok alakultak ki, és egyenlőtlen tőke és munkaerő cserébe bonyolódott Magyarország, és az utolsó, az egy hosszabb távú történeti elemzés részre, hogy mind migrációs kapcsolatok, mind diskurzív szinten egyre inkább bezáródunk Európába, és hogy ez hogyan függhet össze a biopolitikai pánikkal. Történetési váltások és hullámzások. Most nagyon sok ábrát fogok mutatni, előre is elnézést kérek mindenkitől, hogy nem fogom tudni elmagyarázni minden részletét és aprólékos elemét. Úgyhogy gyorsan bele is kezdenék. Ez az ábra az ENSZ adatokon alapul, és azt mutatja meg, hogy a főbb térségeknek a nettó, tehát a vándorlási egyenlege hogyan alakult az 1950-es évektől. Amire ugye föl kell hívni a figyelmet, ugye az az, hogyha még egy olyan ország, mint Magyarországot is megpróbálnánk elhelyezni, akkor ebben a viszonyrendszerben kell látni, tehát vannak masszívan küldő területek, ahol a küldésnek a szintje, tehát ugye a vándorlási egyenlegről beszélünk, tehát a ki- és bevándorlás egyenlegéről, ugye Latin-Amerika az, amelyik ugye mutatja azt a szintet, ami ugye végig rendkívül alacsony. Ázsia már csak méreténél fogva, és inkább belső migrációval van elfoglalva. Ehhez képest ugye Észak-Amerika az, amelyik mindvégig fogadó terület, és Európa pedig váltott helyet, váltott az 50-es, 60-as évektől kezdődően. Ha megnézzük a közvetlen térségünk, hogy ez hogy néz ki, ez egy nagyon szép kis ábra. Ha megnézzük ezt, akkor van egy piros vonal középen, az lenne Magyarország, itt mutatom, de mindjárt még részletesebben meg fogom mutatni. Tehát ott nem tudom, hogy van egy ilyen... Van itt? Aha. Jó. Tehát hogyha... Én itt más látok, most már hoppá. Ez igen, ezek a migránsok. Tehát, hogy... Jó, azt hiszem, hogy ez nem működik. Tehát a középső pirosat kell nézni. Ugye ez azt jelenti, hogy a közvetlen környezetünk, tehát Dél-Kelet-Európán belül Magyarország a kék vonalnak megfelelően járta be a vándorlási egyenleget. Tehát az 50-es évek közepe, ugye 56-ról van szó, ez egy nagy kivándorlási hullámot eredményez, majd egy visszarendeződés van, nulla körül van. Nagyon fontos, hogy az 1990-es, tehát igazából ezt mindjárt mutatni fogom, a 80-as évek közepétől elindult egy elvándorlási hullám, amit a 90-es évek elejéig ellensúlyozott, 90-es évek közepéig jelentős mértékben ellensúlyozott egy bevándorlás, és valószínűleg itt az adatok nem mutatják azt, amit máshogy viszont már láthatunk, hogy Magyarország elvándorlása növekszik. Ez Magyarország számára az egyik legfontosabb migrációs kapcsolat, Németország és Magyarország között van. A lila vonal mutatja azt a vándorlási egyenleget, amit a német statisztikai hivatal definíciói szerint láthatunk. Ugye ez egy 3 hónapos szabályon alapul. Igen, nagy ide-oda mozgás van, ez sosem szabad elfelejteni, de azért jól látszanak a különböző hullámok. Hát nyilván 1956 lenne az egyik. Utána van egy elvándorlás, de ez nem egy komoly elvándorlás, hanem a 80-as évek közepétől viszont jelentősen megnő. Ezt azért tartom fontosnak, mert mindenki azt gondolja, hogy az elvándorlás az igazából csak az elmúlt időszakban indult el, ez jóval korábban, tehát a 90-es évek elején is már volt egy ilyen hullám, amiből persze viszonylag sokan jöttek vissza. A lényeg, amit itt mutatni szeretnék, hogy valószínűleg tehát egy ilyen viszonylatban is van egy hullámzás, amely hullámzás nem igazán magyarázható meg csak a jövedelem különbség révén, amit a kék vonal mutat. A következő a CIMIC projektből származik, Földházi Erzsébet számolta ki, amikor azzal szembesültünk, hogy igazán nem látjuk a vándorlási egyenlegeket, és akkor megpróbáltuk az ENSZ adatai alapján annak nekiugrani, hogy hogyan lehetne becsülni. Miért fontos ez? Azért fontos, mert jól mutatja, hogy a vándorlási egyenleg
az nem csak ugye a 2000-es évek végétől vált negatívá, hanem lehet felvethető, hogy ez már korábban is így alakult. Ha most még egyel szinten tovább lépek, most megmutatnám azt, hogy az 1960-tól 1990-ig az ENSZ és a Világbank által összerakott migrációs mátrixok mit mutatnak, akkor ez azért fontos, mert ez kijelöli az értelmezési kereteket. Ugye azért fontos a módszertani nacionalizmusból kilépni, mert ki kell lépnünk azokból a perspektívákból, amit csak saját magunk értünk ebből a szempontból. Az egyik dolog, hogy a világ népessége 1960-hoz képest, a 100%-hoz képest nézzük mindvégig, végig egyenletesen nőtt. A világ vándorállománya azonban nem így alakult, egy viszonylag lassú mozgás után, a 80-as évektől indult meg. Ugye ez a világkapitalizmus újabb nyitási ciklusa, ezt hívják globalizációnak, nem az első és nem, nyilvánvalóan nem az utolsó, ez jelentősen lendített a migráció. Na most ehhez képest Magyarország a 90-es évekig legalábbis ezen adatok alapján az adatok minősége problematikus. A magyar adatokat abból a szempontból lehet használni, az ENSZ adat, vagy ezeket a Matrix adatokat abból a szempontból lehet használni, hogy a főbb fogadó országai Magyarországnak viszonylag jó megfigyeléseket adtak ebbe az adatbázisba. Tehát mit látunk ebben? Azt látjuk, hogy Magyarország népesség egy ideig ugye nő, majd utána ugye masszívan csökkenni kezd, illetve azt látjuk, hogy az emigráns állomány, tehát a Magyarországon születe, ám de a világ más részén élő embereknek a száma az valamiképpen csökken. Na most, hogyha 90-től nézzük a dolgot, akkor jelentősen megváltozik a kép. Annyi történik, hogy a világ népessége ugye az nő-nő, majd ez a növekedés lelassul. Annyit szeretnék mindenképpen hozzátenni, hogy a növekedési ráta az már 1% alatt van, tehát jóval lejjebb ment már a világ népesség növekedése, mielőtt még a pánikot mindenképpen keltjük. A következő, hogy a világ vándorállományában is úgy tűnik, hogy a 2000-es évek elejének a felfutása után van egy megroppanás. Hogyha ezeket az adatokat, ezeket a Matrix adatokat veszem alapul, akkor Magyarország kivándorló állománya az folyamatosan nő 1990-hez képest. Úgynek ugye különböző okai lehetnek, hogy ez egy diaszpóra, mert ugye ez tulajdonképpen egy állományi adat, hogy a diaszpóra mérete hogy alakul, ez nagyon sok tényezőtől függ, de azt mindenképpen mutatja, hogy után töltődik ez a diaszpóra, tehát abban már biztosak lehetünk. A másik nagy története Magyarországnak ugye az, hogy a bevándorlása az megnövekedett, tehát ugye Magyarország ugye azért is van vándorlás egyenleg szintjén, még mindig azért bárhogy oszcillál még közel a nullához, mert hogy ebben a szempontból is azért még nyer. Jó, a következő ez egy rajzfilmszerű elemzés lesz, kérek mindenkit, hogy ne bonyolódjon el a táblában, próbálom elmondani, hogy itt arról van szó, hogyha az ENSZ, mert a Világbank 1960 és 90 közötti mátrixai nem használhatóak. Többféle ellenőrzést is megpróbáltam, és hát nagyon furcsa dolgok is kijöttek belőle, úgyhogy ezt szerintem mindenképpen félre kell tenni. Az ENSZ ugye a népszámlálások alapján teszi ezt, hozzátehetem a tényleges megfigyelések, és nem a becslések száma jelentősen nő, tehát most mára már viszonylag nagy számban van valós megfigyelés a dolog mögött, valós népszámlálási megfigyelés. De ha a térséget nézem így hosszabb távon, akkor a rajzfilmnek a következő az értelme. Ez a térség országait mutatja, benne Magyarországot is, és a térség országainak az első 5 diaszpóráját veszi alapul. Tehát azt nézi meg, hogy ez hogy néz ki. Na most miért érdekes ez? Azért, mert itt a migráció az egy hálózatos dolog, de még makroszinten is lehet hálózatos. Ugye ez azt jelenti, hogy itt vannak bizonyos szervező centrumai a világ migrációnak. Az egyik, ugye az Egyesült Államok 1960-ban, a másik, ugye Kanada, amelyik szintén ennek a térségnek rendkívül fontos. Vannak még bizonyos más területek is, belül ugye Németország már 1960-ban az, és vannak bizonyos külső szervezők, mint Ausztrália, van még ugye Latin-Amerikában bizonyos szempontból. A történet, amit mutatok most ilyen rajzfilmszerűen, az azt fogja megmutatni, hogy ez bizonyos szempontból hogyan záródik le. Egy dolgot oda kiírtam a jobb felső sarokba, Oroszország, azért, mert azt gondolom, hogy az adatok ott a legrosszabbak, feltételezhetően ott egy erősebb kapcsolata van a térségnek még,
és ezt meg kell nézni, de ez kutatást igényel. Tehát most jön a rajzfilm, tehát lehet nézni, hogy hogy alakul a dolog. És amit látunk, az pont az az érdekes, 2010-ig tudjuk ezt követni, hogy a főbb szerveződcentrumok nem változnak a térség szempontjából. A másik dolog viszont, hogy beáll egy ilyen nagyon szép, mindenki, aki ismer, azt tudja, hogy nem nehéz megszólni, egy ilyen kelet-nyugat lejtő áll be a dologban. Tehát, hogy egyre erősebben Európára és Észak-Amerikára fókuszál ez a kapcsolatrendszer. Tehát ez átalakult. Ha megnézzük az adatokat különben, adatok szintjén, ez ugye azt jelenti például Magyarország számára is, hogy mindvég az első öt ország az rendkívül stabil. Ami változás történt 1960 óta, hogy kiesett Ausztrália, és hogy egyszer a 70-es években Izrael egy fontos szerepet játszott, de tulajdonképpen az összes többi Egyesült Államok, Kanada, Németország, ja, illetve ugye az Egyesült Királyság, ami közel volt az öthöz, majd a 90-es évektől belépett ebbe a körbe. Tehát ennyi a változás. Ha megnézzük, Magyarország 2013-ban ezen adatok alapján egy meglehetősen nyugatközpontú. Tehát ez a mi kapcsolatrendszerünk kifelé alapjában véve. Nem európai kapcsolatok 1990 előtt, és majd mindjárt mutatom tovább. A bevándorlás szempontjából. Ezt fontosnak tartom. Magyarország a gyarmati konfliktusok révén előálló migrációs rendszerben nem vett igazán részt, bár a szocialista blokk kiépített egy kapcsolatrendszert. Itt egyszerűen csak összeírtam, hogy a demográfiai táblázó legalább 10 főre jelezte, hogy érkeztek a 80-as években. Tehát ez flow adat, ez áramlási adat, ez Mozambik, Angola, Nigéria, Algéria, Líbia, Szudán, Egyiptom, Libanon, Palesztin felszabadítási front, Szíria, Jemen, Irak, Kambodzsa, Laosz, Vietnám. Tehát azért tartanám ezt fontosnak, hogy mert most megkezdjük nézni a másik oldalról, hogy hát töredékesen, de valamilyen migráció irányult ezekből a térségekből is Európára, vagy felénk, tehát a mi térségünk felé. De ha megnézzük a térséget magát, ugye ez megint a teljes térséget mutatja, és megint csak azt szeretném megmutatni, hogy szívesen oda is mennék, mert nincs ez a piros vonal. A lényege a következő, hogy miközben mi ugye nyugatra küldjük a nagyobb számban az embereket, azon közben a térség saját magából él. A saját magából él, ebből a szempontból, komparatív szempontból csak Latin-Amerikához hasonlítható, mert Latin-Amerika az, amely kívülről nem kap nagy számú bevándorlót, viszont sokat ad ki, na ugyanígy néz ki ez a térség is. És ha megnézzük, hogy mekkora a stabilitása, hát nagy a stabilitása. Ugye ha a térséget beveszem Oroszországot, akkor teljesen egyértelmű ez a dolog. Még Oroszország jelent valami kapcsolati hátteret. Olaszország teljes egészében összeépült a rendszerrel. Tehát ez lenne ugye a másik alapvető történet, hogy miközben mi abba az irányba bocsátunk ki embereket, közben a térség saját magából él, igazából. Demográfiai problémák már elhangzottak ez ügyben, én csak megismételni tudom, hogy demográfiai tartalékai más szempontból ennek a térségnek igazából nincsenek. Tehát ez egy kiürüléses állapotot vesz föl. Ha megnézzük, ez egy másik becslési adat, amit szintén a CIMIC projekt számára készítettek, a dél-kelet-európai országokat, ott a Nyílnál, akkor itt lehet látni, hogy a világ áramlásaihoz képest mennyire befelé forduló ez a térség, mennyire Európa központú, és milyen szerepet játszik. Tehát ez mind a mértékeket mutatja, mind pedig az, hogy milyen szerepet játszik ez a térség ebben a migrációs rendszerben. Tehát, ha globális történelmét akarom megírni, akkor részben meg kell írnom azt a dolgot, hogy ez a sajátos helyzet mivel magyarázható szemben más területekkel. Akkor fogom tudni igazán értelmezni. Zárójeles kilépés egy pillanatra, a menekülteket, a közbeszéd mindenki egybeveszi ezekkel a folyamatokkal, én eddig nem vettem egybe. A menekülteket azonban figyelembe venném, mert egy fontos következtetésre lehet jutni, ez a menedékkérőknek a számát mutatja. Nagyon fontos, hogy 2014-ig semmilyen extra válság nem állt elő, a 2015-ös év jelenti az extra válságot, tehát ez az év az, ami a válságos év, hiszen a 90-es évek elején legalább annyi a menedék kérő volt, sőt 91-ben egészen magas szám, akinek a jelentős része, megjegyzem, akkor nem ment tovább. Szemben ugye ezeknél a számoknál. Ha megnézem a kapcsolati rendszerét a dolognak, akkor pedig azt látom, hogy
az előbb vázolt migrációs rendszernek és ennek semmi köze egymáshoz. Tehát nincsen kapcsolat a kettő között. Ezért ugye Magyarország esetében különösen kicsi kellene, hogy legyen a félelem, hogy ez megtörténjen, hiszen ahhoz valós, nagyobb diaszpóráknak kellene itt élni, hogy ez megtörténjen. Hogy még egy dolgot mutatnék még csak, ugye ez a, hogy mennyire nem valós a migrációs helyzet, ugye a menedékkérők száma 2000 és 2014 között, ugye az 100 000 fölött volt valamivel 14 végéig, ebből a menekül státusz kapottak számát nagyon jól lehet látni, egy rendkívül alacsony szám. Megjegyzem, 2000 és 2014 között Magyarország nem kapott annyi menedékkérőt, mint amit 1956-ban 2 hónap alatt produkált. Csak a 2015-ös év jelentett ebből a szempontból átfordulást. Jó, tehát a menekült rendszer, a menekült áramlás és a migrációs rendszer nem épül össze, és erről nem, ebben ennyiben eltérünk különben más európai országoktól, tehát hogy itt megint az elemzésnek erre ki kellene térnie. Következő dolog, amiben belekezdenék, az az egyenlőtlen cserék és a migrációs cseréknek a problémája, ahol megint csak fölvillantani szeretnék dolgokat, és problémákat szeretnék jelezni, nem akarom véglegesen megoldani magam számára, és azt hiszem egy 5 éves feladatot írok elő éppen ebben a pillanatban. Az első dolog az az, hogy, mint mondtam, a migráció, a tömeges migráció az csak az egyenlőtlenségi rendszeren belül értelmezhető. Van egy masszív tény. Ez a térség a szemben az 50-es évek elejével, amikor még bizonyos országok, Ausztria esetében is még viszonylag közel voltak ezek a jövedelem szintek, gazdasági jövedelem szintek, ahhoz képest azt látjuk, hogy masszívan beállt egy egyenlőtlenség, az egyenlőtlenség nem változik. Az Egyesült Államok és a térség közötti egyenlőtlenség körülbelül, tehát történeti statisztikusok szerint 120 éve masszív, nem változik. Ezek masszív tények, ez ugye a világkapitalizmus működéséből is következnek, ezek a dolgok, ezek fontos útfüggőségeket jelentenek számunkra, és ezért nem kell meglepődni azon, hogy bizonyos migrációs kapcsolatok nem épülnek le. Viszont az egyenlőtlenség fönnáll. Az egyenlőtlenségnek ugye az a problémája, hogy ez különböző szinteken újra termeli magát. Tehát ez a dolga az egyenlőtlenségnek. És akkor ugye ezt szeretném csak itt fölvillantani, tehát hogy mi történt a térségen belül, mondjuk Németország és a térség között. Ugye egy növekvő jövedelemkülönbség van. A növekvő jövedelemkülönbség esetében ugye viszonylag egyenlőtlen viszonyrendszerben vagyunk. Nagy számban küldünk ugye elvándorlókat, erre majd mindjárt vissza fogok térni. Ez egy komoly veszteséget is jelent a térség számára. Ugye minél jobban bezárkozik esetleg Európa, annál nagyobb lesz itt a szívás ebből a szempontból, tehát hogy ezt meg kell tenni. Vettem. A tőke az az ellenkező irányban mozog. Annyit még hozzátennék, hogy a munkaerő mozgásához kapcsolódóan, és hogy a tőke maga is újra szervezi ezeket a kapcsolatokat, ezt nagyon fontosnak tartom. A jelentős jövedelmi és szociálpolitikai transferek is működnek. Egyenlőtlen csere. Na most ebből a szempontból ugye a nagy kérdés az az, hogy mit csinálunk, tehát hogy van-e nekünk valahonnan pótlásunk. Tehát ezt a kérdést fel kell tenni, már nem tesszük fel ezt a kérdést, akkor ugye nem végzünk el egy elemzést. Na most, nagyon röviden, a CIMIC projekt, de köszönhetően Blaskó Zsuzsa vezette ugye ezt a részt, itt lehet látni, hogy milyen népességet veszítünk el. Tulajdonképpen közhelyszerű, tehát fiatalabb, jobban képzett, különböző migrációs relációkban eltérő népességet veszítünk el, és azt kell megnézni, ugye ez az elemzésnek a célja, hogy van-e erre pótlásunk. És erre próbálnék rámutatni, mégpedig a 2011-es népszámlálás alapján. Ehhez még ugye hozzátenném, hogy az elveszített népesség foglalkoztatottsága ugye az brutálisan magas. Tehát ez egy olyan népesség, amelyik hát jelentős ugye számban dolgozik, tehát hogyha megnézzük ugye az elvándorlói összetétet. Na, itt van föladva a feladat, tehát hogyha egy növekvő ilyen migrációval dolgozunk, akkor mit csinál ez az ország ebből a szempontból? Megint nem a kelleket elmondani, hanem az elemzést. Megcsináltuk az elemzést a többekkel, Sárosi Anna Mária is sokat segített ebben, és nagyon fontos, hogy ugye látszik, hogy amit itt sokkal hosszabb az elemzés, én csak a 2001 és a 2011 között belépetteket mutatnám meg. Ugye ez az összetétele, tehát Románia, Ukrajna, Szlovákia, nagyon fontos ugye Németország, EU 15, tehát ugye ebből
élünk. Tehát ezek azok a külföldön születettek, akik 2001 és 2011 között léptek be, ezek a belső arányai. Ha megnézem a felsőfokú végzettségűek arányát, akkor ugye ott van Magyarország, ugye a teljes népességre vonatkozóan, és akkor ugye ott látjuk, hogy ez hogy alakul. Na most érdekes módon, tehát ahol nagyon komoly nyereségeket könyvelhetünk el, nagyon sok ország különben a bevándorlás alapjában véve, ez megint csak egy közhely, már csak azért is magasabb a felsőfokú végzettség aránya, mert az idős iskolázatlanok nem fognak mozogni. Ha azok nem mozognak, akkor ez mindenképpen automatikusan magasabb. De látszik, hogy Románia, Németországtól kezdve jelentős nyereségek lehetnek ebben a dologban. Következő dolog, hogy foglalkoztatottság szempontjából ez hogyan néz ki. Na most, hogyha nézzük, akkor érdekes módon Németország és Ausztria belépettek szempontjából, egy percet kaptam, három lesz belőle, és meg fogom fejezni. Tehát látszik, hogy igazán komoly a nyereségünk ebből a szempontból, ugye, mondjuk úgy az afrikai országoktól kezdve, tehát Szerbia, Ukrajna, Szlovákia, tehát itt van egy nyereségünk ebből a szempontból, és ugye ez csak a 2001 és 2011 között. A legnagyobb nyereség ebből a szempontból Kína. Ugye Kína. Kína produkálja egyedül azt a foglalkoztatottsági arányt, mint amit az elvándorló magyarok. A következő, hogy ténylegesen tudják érvényesíteni ezeket a felsőfokú végzettségüket. Na ebben már azért komoly problémák vannak. Ugye ez egy, nagyon sokféle elemzést lehet elvégezni, az egyik az egy diszkriminációs elemzés lenne különben, meg különböző folyamatokat kellene venni. Nagyon jól látszik, hogy Vietnám és Kína, különösen Vietnám esetében, ugye ez nem nagyon érvényesül, hogy ezt tudja hasznosítani. Ezzel szemben a különböző más területekről, tehát az afrikai országot, az EU-15, Szerbia tudja valamilyen szempontból érvényesíteni. Zárás. Azt szerettem volna megmutatni, hogy masszív történeti struktúrák vannak. A migráció az nem olyan, hogy kitalálom és össze-vissza terelgetem, hanem masszív történeti kapcsolatrendszere van, ami be van ágyazva a globális egyenlőtlenségi rendszerbe. Ha ezt elfelejtjük, és azt hiszük, hogy mint egy Tesco-ban lennénk, ahol lehet vásárolni, meg eladni, meg venni, akkor nagy tévedés van. A bevándorlás Európán belül részben segít, de bizonyos dolgokat igazából nem old meg. Tehát azt szerettem volna megmutatni az előző adatokkal, hogy Magyarország klasszikus bevándorló területe nem tudja minden szempontból pótolni ezeket a különbségeket. Nagyon fontos, ezt hozzá szeretném tenni, hogy a diákok szempontjából is megnézzük, azok is ráépülnek ezekre a rendszerekre. Történeti hullámzások ellenére a kapcsolati rend nem alakult át, tehát ugyanabban a kapcsolati rendben működünk már hosszú ideje, és talán épp lehet, ez lehet az egyik magyarázója annak a biopolitikai pániknak, aminek szem- és fültanúi vagyunk, hiszen egy ilyen kapcsolatrendszerre beágyazott ország nem tud mit kezdeni a más migrációs kapcsolatokkal, nem is él vele, egyre inkább bezáródott, és másképpen néz ki. Természetesen nem szeretném a vészharangot kongatni, azt gondolom, hogy ez olyan strukturális tényezőkön is fog múlni, hogy ez a biopolitikai pánik hogyan alakul hosszabb távon, ami nem ennek az előadásnak a tárgya. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Meleg Attilának ezt a nagy összefoglaló előadást, és haladjunk tovább, és átadnám a szót, vagy fölkérném Nagy Boldizsát, hogy tartsa meg a Migráció lépést tartja a joga valósággal című előadását. Köszönöm szépen. Elnök úr, már kezdem is, és aztán egy rövid szünetet fogunk tartani délben pontosan, de addig én beszélni fogok önökhöz. Köszöntök mindenkit, kollégákat, barátokat, diákokat, családtagok nincsenek. Ez is egy ilyen cölöperő előadás lesz, amely valójában work in progress a maga módján, hiszen nem egy befejezett kutatást mutat, hanem egy kutatás előkészületeinek a tükre. A Migráció lépést tartja a joga valósággal cím alá illesztettem azt, amiről valójában beszélni fogok, hogy hogy állunk a szolidaritással és a felelősség megosztással.
Ugye a valóság az, hogy valóban különösen nagymértékű a beáramlás Európában. Én személy szerint még mindig nem gondolom, hogy ez egy krízis. Azt gondolom, hogy rendkívüli események történnek. De egyetértve például Montserrattal azt gondolom, hogy máshol már ilyen események történtek, és erről még fogok beszélni. A fő kérdés az, hogy mit tehetünk az igazságosabb felelősség megosztás érdekében, hogyha a nemzetállami válaszok egyrészt nem vezettek érdemi eredményre, másrészt aránytalan teherelosztást szültek. Vannak-e a jognak és a jogtudósnak válaszai? Ebben az épületben illendő, ahogy idézzem az MTA migrációs munkacsoportjának közelmúltban megjelent álláspontját, amely világossá tette, hogy komoly lépés előre az, hogy az Európai Unió, előbb a parlament, majd a belügyminiszterek tanácsa döntést tudott hozni a kvótarendszer bevezetése mellett. Ezzel pedig végre eldöntötte a vitát arról, hogy tagállami vagy unió szinten kell kezelni a menekültváltságot. A döntés az, hogy unió szinten kell kezelni, és ezt az akadémia nagy mértékben támogatja. Miért is kell unió szinten kezelni a válságot? Azért kell, mert a Dublini rendelet nem működik. Ugye biztos megnyilatkozók még a Dublin egyezményről beszélnek, csak a tisztánlátás kedvéért jegyzem meg, hogy Magyarország a Dublin egyezménynek sosem volt részese, a Dublin egyezmény 2003 óta nem alkalmazandó, tehát akik még a Dublin egyezményről beszélnek, azok egy másik világban élnek, nem abban, amelyben önök és én. A Dublini rendeletet 2013-ban fogadták el, ezért nevezzük harmadiknak, mert volt közben egy második, és annak a logikája megint csak a közbeszéddel ellentétben nem az, hogy a külső átlépett határ lesz a meghatározó a felelős állam kijelölésénél, hanem a család. Ha nincs családtagja a kérelmezőnek, akkor az az állam lesz a felelős állam, és az az állam lesz az, amelynek a menekültügyi eljárást el kell folytatnia, amely vízumot vagy tartózkodási engedélyt adott, beleértve még a lejárt tartózkodási engedélyeket is. Vagyis a logika a családegyesítést követően kizáró. Azt mondja, hogy az az állam, amely tehet arról, hogy belépett a személy az unió területébe, az legyen az, amely lefolytatja az eljárást. Csak ezt követően negyedikként jelenik meg a külső határ átépése. További kapcsolóelvek is vannak. Például, ha egy országban 5 hónapot eltölt egy személy, akkor az az ország válik felelőssé. Megszűnik az állam felelőssége, hogyha 3 hónapra elhagyta a menekülő az Európai Unió együttes területét, és megszűnik az ország felelőssége akkor is, hogyha 12 hónap eltelt a külső határ átépése óta. Tehát mindazok, akik például Magyarországon lépték át a külső határt, vagy Görögországot, Görögország és Magyarország is mentesül, mindazok tekintetében a felelősség alól, akik több mint egy éve léptek be ezekbe az országokba. A dublini rendszer filozófiája az volt, hogy minden menekülő jusson hozzá egy eljáráshoz. Hogy ne labdázzanak velük. Ne mondják azt, hogy nem én vagyok a felelős, hanem egy másik állam járjon el. Viszont cserébe, hogyha valamely állam már döntött, akkor az minősüljön úgy, mintha a rendszerben részes összes többi állam is döntött volna. Vagyis nem lehet újra beadni egy kéremet egy másik országban, amely korábban gyakorlat volt, és bizonyos mértékig 10% erejéig ma is gyakorlat. De, ez nagyon fontos, ebből fakadóan a dublini rendszer nem egy tehermegosztó, nem egy felelősségmegosztó, nem egy szolidaritási rendszer. Tehát akik annak a fenntartását szorgalmazzák, azok nem az európai felelősség megosztást szorgalmazzák. Most itt mutatok egy rendszert, amelyben szerintem ezekről a kérdésekről gondolkodni lehet, érdemes és produktív. A rendszer 4 függőleges oszlopot tartalmaz, 4 megközelítési módot, az etikai, politikai filozófiait, a gyakorlati politikait, gyakorlatit és politikait, a jogi és igazságossági megfontolásokat, amelyek nyilván részben egybeesnek az etikaiakkal, és a társadalmi szociológiai, pszichológiait. Elnézést kérek minden komoly társadalomtudósra, ezek persze egy kicsit összegyúrt kategóriák, de azt gondolom, hogy a beszélgetés szintjén mégis eligazítanak bennünket. És az elemzést nézheti a lehetséges felelősségmegosztási rendszereket az állam, vagy a nemzeti közösség, vagy a politikai közösség szempontjából, és nézheti az egyén, vagy a család szempontjából. És ezek különböző eredményekre fognak vezetni. Vessük például pillantásunkat az első dobozra, ugye, az első matrix dobozra. Ha az etikai, politikai, filozófiai kérdéseket tesszük fel az állam és a közösség szempontjából, akkor jön az első kérdés az, hogy ha a menekülőket egy másik országba küldjük át, mondjuk azt állítjuk róla, hogy biztonságos harmadik ország, akkor ez felelősség megosztás vagy felelősség áthárítás? Én természetesen azt gondolom, hogy ez felelősség áthárítás. Lehet ennek köze az igazságossághoz? Igazságosabb, biztonságos harmadik országba küldeni valakit? Nyilván nem, hiszen nem az a principium, nem az a kiinduló principium.
Az egyén szintjén ugye a kérdés az, ami már felmerült ma délután, hogy legyen-e szabad a menekülőnek választania, hogy hol akar védelmet érvezni. Hol tudja leginkább a kiszolgáltatottságát csökkenteni. A gyakorlati politikai kérdések körében az első az, hogy valójában mi az állam érdeke. Ugye már az akadémia tanulmányos pedzegető, hogy lehet, hogy nekünk érdekünkben állna munkásokat befogadni azok közül, akik egyébként menekülnek. Ugye a közbeszédben van egy jelentős jobboldali áramlat, ami arról beszél, hogy Németország kiválogatja a legpraktikusabb és leghasznosabb bevándorlókat, és munkára fogja majd őket. Tehát nem olyan egyszerű azt mondani, hogy a menekült az eleve teher. Egyáltalán nem, azt tudjuk, hogy hosszú távon bevándorlóvá válik, és minden bevándorló lényegében hosszú távon, hogyha rendezettek a viszonyai, hozzájárul az állami költségvetéshez élete során. Lehet-e az állam célja a költségek minimalizálása? Vagy a menekült kapcsán ezt nem tesszük fel ezt a kérdést? Lehet-e a társadalmi feszültségek elkerülése? Ez a túl sokan vannak, túl sokan jönnek egy csoportból, más hitűek. Lehet-e ez legitim cél, vagy nem? Az egyén vagy a család szempontjából a gyakorlati kérdés például az, hogy hogyan juthat el a választott kijelölt országba. Van-e út, milyen áldozatok árán jut el azokba az országba? Illetve, hogy hol a legkönnyebb neki az integráció? A menekült nem akar menekült lenni, a menekült bevándorlóvá akar válni, hogyha teheti, vagy legalábbis olyan külföldivé, aki rendezetten él ott, és nem a menekült mi voltára kell támaszkodnia. Attila, nálam most van dél. Jó, a párizsi események kapcsán csatlakozunk mi is a nemzetközi megemlékezéshez, és arra kérnék mindenkit, hogy egy perces néma csenden adózzunk az áldozatok emlékére. Köszönöm szépen, folytatjuk az előadást. Köszönöm szépen, én remélem, hogy önök miközben a párizsi áldozatokról megemlékeztek magukban, gondoltak a beirutiakra, az ankaraiakra, az aleppóiakra is. Folytassuk azonban. A jogi és igazságossági megfontolásokkal az állam és a közösség szempontjából kérdés az, hogy bármilyen ilyen tehermegosztás összeegyeztethető a genfi menekült ügyi egyezménnyel. Ugye ez nem nagy vita volt a 90-es években, hogy a biztonságos harmadik ország fogalma összeegyeztethető azokkal a jogokkal, amelyek a genfi egyezményben vannak, illetve, hogy ha embereket átrakunk egy másik országba azzal a céllal, hogy ott folytassák az eljárásukat, akkor milyen eljárásjogi, anyagi, jogi és fogadási feltételeket kell biztosítani, hiszen hogyha egészen különböző esélyeik vannak arra, hogy elismerjék őket, egy fellebezés versus három, antipátia vagy ellen, vagy rokonszenv vagy csecsen szabadságharcosokkal, akkor minden ilyen áthelyezés igazságossági szempontból kritizálható lesz. Az egyén szempontjából különösen fontos, hogy tudjon érvényesülni a kiterjesztett non-refoulement parancs, vagyis az a parancs, hogy senkit nem küldünk vissza olyan országba, ahol üldöztetés, vagy embertelen, vagy megalázó bánásmód, vagy büntetés fenyegeti. Beleértve azokat a köztes országokat is, amelyek ilyenekkel fenyegetnek. És az utolsó elemzési szint, én nem fogok aztán ezekről mind beszélni, csak mondom, hogy igazából a felelősségmegosztás és a szolidaritás kapcsán ezeket mind figyelembe kell venni. Az utolsó a társadalmi szociológiai pszichológiának nevezett. Az első az, hogy, és erről önmagában boldogan beszélnék egy 25 percet, hogy amikor a menekülőkhöz viszonyulunk, amikor a menekültekhez viszonyulunk, akkor a saját identitásunkat építjük. Tehát ahogy a menekülőkhöz is, egyébként ahogy a bevándorlókhoz is viszonyulunk, az tükrözi, hogy kik vagyunk és kik akarunk lenni. És ezt nem szabadna a szem előtt tévesztenünk. Ebből fakadóan például az egy nagyon jelentős kérdés, hogy szabad-e szelektálni. Ugye a menekültjog válasza az egyébként, nem szabad szelektálni a menekülők között kultúrájuk, vallásuk, szokásrendjük szerint. Az egyén szempontjából az különösen vizsgálandó, hogyha például személyek áthelyezéséről gondolkodunk, hogy az a trauma kiterjesztése. Ugye a trauma az, ami miatt menekülni kell. Trauma az első menekülés. És akkor, hogyha még egyszer áthelyezünk valakit, az a trauma harmadik fázisa lesz. Másfelől ez járhat azzal, ez a fajta elhárítás, a társadalmi elhárító mozgása, hogy azok, akik abban a reményben menekülnek ide, hogy a demokrácia jó, azt fogják gondolni, hogy nem annyira. No jó, most akkor ezeket a témaköröket különböző elemzési szinteken lehet megközelíteni. Ilyen az a hatályos jog, a jogi javaslat, a tudományos propozíció, vagy a nem kormányzati törekvés, és mindezek irányulhatnak egy globális felelősségmegosztási rendszerre, egy regionálisra,
egy régió közire, például Európa közreműködése Közel-Keleten, szubregionálisra, ez ugye az EU, ne felejtsék, az EU nem egy régió, szubrégió, illetve az országon belülire, például a német elosztási rendszerre, vagy az Egyesült Királyságban gyakorolt elosztási rendszerre. És miben állhatna a felelősség megosztás, vagy a szolidaritás, vagy a teher megosztása akarják? Hát állhatna a kiváltókok megszüntetésében, hogy nekünk az a dolgunk, hogy megszüntessük a kiváltókokat. Állhat abban, amiről sokat beszélnek, és én fogok ma még hosszasabban a hátralevő 15 percben, hogy miképp hathatunk az érkezési utakra, ott tarthatjuk-e a személyeket azokban a régiókban, ahol megpróbáltak, ahonnan megpróbáltak elmenekülni. Állhat a szabályok egységesítésében, hogy például a fogadási feltételeket egységesítjük, és ezáltal nem róvunk nagyobb terhet azokra, akik kedvezőbb fogadási feltételeket biztosítanak. Állhat maguknak a személyeknek az elosztásában egy adott szolidaritási közösségen belül, állhat abban, hogy ahelyett, hogy személyeket vennénk át, fizetünk azoknak az államoknak, ahol a személyek ténylegesen élnek, illetve általában a költségek és hasznok megosztásából. És akkor néhány konkrét javaslat táblázatos összefoglalását látják itt, ezekről fogok részletesebben beszélni. Ugye a bizottságnak az a javaslata, nem az, amely a magyar törvényhozásban támadást tárgyává vált, hanem az a javaslata, amely a dublini rendeletet akarja egy kicsit átírni, mellette áll az Európai Unió tanácsának az a döntése, hogy áthelyez embereket Európán kívülről Európába, aztán a német belső rendszer, Hathaway és Neave 1997, Hathaway és Neave 1997-es nagy tanulmánya, Peter Schmuck 97-es nagy tanulmánya és egy friss tanulmány, Schneider, Engel és Angewendt. Mindezeknek a bibliográfia adatai az utolsó díjalapon rajta vannak. Tehát azt láthatjuk, most nem fog ezen is végigmenni részletesen, aggódjanak, azt láthatjuk, hogy az elosztás kritériumainál, hogy a szolidaritási rendszerben mi legyen a meghatározó, ha akarják a kvóta alapja, különböző tényezők merülnek fel, és különböző szerzők, illetve források nagyon különbözőket alkalmaznak. Ez lehet az ország teljes GDP-je, vagy az egyfőre eső GDP. Lehet az adóbevétel mértéke, például Németország ezt használja, amit látják. A lakosságszám vagy szerepel, vagy nem. Van olyan javaslat, ahol a lakosságszám nem meghatározó abban, hogy egy országnak mely terheket kellene vállalnia. A népsűrűség, a munkanélküliség, a korábbi kérelmezők száma, a fizikai közelség a kibocsátóhoz, vagy a kulturális közelség. Tehát mindezek a tényezők felmerültek különböző javaslatokban, ezeknek egy részét fogom részletesebben megbeszélni önökkel. A lényeg az, hogy létrehozható feltehetően egy szűkebb vagy tágabb szolidaritási közösség, amelyen belül a meneküléssel járó felelősség elosztható különböző kritériumok szerint. Nézzük, mit talált ki a bizottság. Ugye én a magyar közbeszédben például egyáltalán nem találkozom azzal, hogy valaki elemezné ezt a bizottsági javaslatot. Ez a szeptember 9-i javaslat, amelynek az a célja, hogy a dublini rendeletbe, belátván, hogy Dublin lényegében halott, a nagyszámú érkező esetére egy másik szisztémát iktasson be, amely sokkal igazságosabb. Ugye a Dublin nem igazságos, mert nem felelősségmegosztás. Ez egy igazságossági elv mellett halad, és azt akarja elérni, hogy az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló nagyszámú kérelmezőt igazságosan hozzák el válsághelyzetbe. Tehát ez sem terjed ki minden kérelmezőre, hanem csak azokra, akiknek akik egyértelműen nemzetközi védelemre szorulnak, ugye ők azok, akiknek a kérvényeit az előző egynegyed évben legalább 75%-ban elfogadták, vagyis nemzetközi védelemre jogosultnak találták őket. Ezt a rendeletet rendes jogalkotási eljárásban fogják elfogadni, ha elfogják, tehát a parlament és az Európai Parlament és a tanács együttműködésével és a nemzeti parlamenteknek beleszólási jogot adva. És ez is egy áthelyezési mechanizmust hozna létre. Ha van olyan tagállam, amelyre szélsőséges nyomás nehezül, amit a menedékkérők nagy mértékű és aránytalan az ország menekültügyi rendszerét jelentősen igénybevevő állomása okozhat. Tehát ez nem a két elfogadott, és nem a 40 ezer, és nem a 120 ezer. Ez egy jövőre irányuló általános normatív döntés. Mikor mondhatnánk, hogy létrejött a válsághelyzet? Mikor fogja a bizottság azt mondani, hogy precíz legyek, ha a védelmi folyamatok száma és a szabálytalan határátépők száma az előző 6 hónapban nagyon megugrott, az előző év azonos 6 hónapjához képest, és hogyha az egyfőre jutó kérelmezők vagy kérelmek száma a megelőző másfél évben az uniós átlaghoz viszonyítva nagyon nagy, akkor a bizottság megállapíthatja ezt a válsághelyzetet.
és a válsághelyzet esetén megállapítja, hogy a mely mértékben kell segíteni a válságban levő országon. Ennek a kritériumát átlátják ennek a jobb oldalon. Az abszolút küszöbben az, hogy az előző fél év kérelmezőnek maximum 40%-át lehet áthelyeztetni ebbe az országba. Egy technikai megjegyzés. Ezek a vetítőlapok fenn lesznek a honlapon, a honlapon pedig a neve www.nagypolitizsák.hu, tehát ott olvashatók lesznek. És akkor ugye most már tudjuk, hogy mikor változik a mechanizmus, tudjuk, hogy mit fognak mérlegelni az elszámítandó, az áthelyezendő személyek körében. A nagy kérdés az, hogy akkor ők milyen kritériumokat választottak arra, hogy kinek hány fél kell fogadnia. És itt a bizottság úgy foglalt állást, hogy a népesség, a teljes GDP, a menedékjog iránti kérelmek 1 millió lakosra jutó száma és a munkanélküliségi ráta legyen mérvadó. Az első három növeli a befogadandó személyek számát, és relatív sűrűk 40-40, illetve 10%. A munkanélküliségi ráta csökkenti a befogadandó számát, tehát ahol több a munkanélküli, ott kevesebb embert kell majd befogadni. Itt láthatják önök a képletet, akik a részletekben el akarnak merülni. A bizottság állapítja meg, hogy beállt a helyzet, a kérelmező nem tagadhatja meg az áthelyezést, és az áthelyezési céltagállam, így hívják, nem tagadhatja meg az átvételt, kivéve, hogyha nemzetbiztonsági ok, közrendi ok van, vagy a menekült státuszból, vagy a kiegészítő védelemből eleve kizáró okok, értsd, ugye, hogy Montserrat Felsász Vihészer mondta, terroristákat, bűnözőket nem kell befogadni sem menekültként, sem áthelyezetként. Tehát áthelyezni csak olyanokat fognak, akik nemzetközi védelemre szorulnak. És hogyha rendkívüli helyzet van, az unió alapvető értékeivel összeegyeztethető, tehát nem vallási válogatás, kellően indokolt okok fennforgása esetén a személyek átvétele helyett az állam megválthatja magát a GDP két, ha jól számom, ez 10 000-ének a befizetésével. Igen, és hogyha nem követi az állam, a kibocsátó állam, ahonnan áthelyeznek azokat a szabályokat, amelyeket megállapítottak, akkor a bizottság azzal sújtja, hogy nem fogja tovább áthelyezni onnan a személyeket. Ez tehát egy intézményi jogi javaslat volt, ugye a dobozunkban oda tartozott. Most lássunk egy nagyon híres és nagyon vitatott javaslatot 1997-ből, amelyet James Hathaway és Alexander Neve terjesztett elő a Harvard Journal of International Law-ban, mondom, források a végén jönnek. Ők azt mondják, hogy optimális egy globális tehermegosztás lenne, de ez nem reális, és ezért arra következtetése jutnak, hogy az új modelljük az tulajdonképpen az azonos érdekű csoportokra épül. Tehát nem földrajzi régióra a szigorú értelemben, hanem az azonos összetartó érdekű csoportokra. Ezek olyan államközi összefogások, amelyeket kereskedelmi, biztonsági vagy más közös érdekek kapcsolnak össze. A Hathaway és Neve azt gondolja, hogy ennek a védelemnek, amit a nemzetközi közösség ezekben az érdekcsoportokban nyújt, alapvetően idegenesnek kellene lennie. 1, 2, 3, 4, 5 év. Abban a reményben, hogy ennek mind hazamehet. De belátják természetesen azt is, hiszen ők igazán kiváló szakemberek, most a James Hathaway, hogy nagyon sokszor erre nincs mód, és akkor azt mondják, hogy ha a krízis elhúzódó, akkor természetesen végleges státuszra is vezethet ez a vélem, és vezessen is. Mi a mechanizmus? A mechanizmus ebben az elképzelésben az, hogy a különösen érdekelt állam kér egy konzultációt, és aztán a konzultáció nyomán meghatározzák a fogadási feltételeket, és a fogadási feltételekben egész más tényezők játszanak szerepet, nem GDP, nem területnagyság, hanem egész az, hogy tudja a fogadóállam fizikai biztonságot nyújtani. Például Afrikában sokszor szomszédos államok nem tudnak, mert átcsapnak a harcok. Az, hogy funkcionálisan összeegyeztethető, tehát technikailag képes-e annyi ember befogadni az államot. Ők hangsúlyozzák az etnikai, vallási vagy más kapcsolatot, mondván, hogy jó az, hogyha a menekülőknek egy azonos, nem szeretem azt, hogy kultúrához tartozó, de mondjuk azt, hogy az azonos szokásrend és megfelelőkáshoz tartozó világban szereznek védelmet, és pártolják a közelséget a kicsipocsátó országot. Ugyanakkor e védelem nyújtásának a költségeit egyáltalán nem csak azoknak az államoknak kellene viselniük szerintük, amelyek a védelmet magukat nyújtják, hanem ez lenne az, hogy az érdekcsoport valamennyi tagja részt vesz. Tehát ha például Németországban nagyon sokan védelmet állnak, akkor mondjuk az Európai Unió, mint egy ilyen érdekcsoport részt vesz ebben a védelemben. Egy másik ugyancsak sok
kritikát kiváltó tanulmány Peter Schmucktól származik. Ő egy piaci mechanizmust javasol. Azt mondja, hogy a védelemben érdekelt államok, és szerintem most már mindenki érdekelt a védelemben, mert soha nem tudhatja, hogy nem lesz-e ő nagy menekültváramlás célpontja. Ők kössenek egy normatív megállapodást, alapvetően egy régión belül, a majdani terhek megosztásáról, hogy készen állnak arra, és vállalják azt, hogy a majd bekövetkező radikális nagyléptékű beáramlás terheit megosztják egymás között. Amikor ez bekövetkezik, akkor döntsék el, hogy mekkora az a szám, amelyet át kell telepíteni, tehát hány menekülőt kellene mégis átvinni az első menedék országába egy másikba. Meg kell határozni a résztvevő államok kvótáit, és aztán létrehozni egy piacot, ahol az államok ezekkel a kvótákkal úgymond kereskedhetnek, tehát dönthetnek arról, hogy fizikai védelmet nyújtanak el, vagy más országokra bízzák a fizikai védelmet, és annak a költségeit állják. Az első, hogy megállapodnak-e az államok arról, hogy majd együtt fognak működni, ha jön. Abszolút jól vagyunk. Ha jön a nagy menekült áramlás. És ő azt mondja, hogy van készség államokban arra, hogy megállapodjanak. Magyarországon például nagyon kevesen emlegetik az indokínai történetet, tehát a vietnámi, laoszi és kambodzsai menekültek sorsát. Több mint 1 millió embert helyeztek át az első menedék országából még 1988 előtt, és akkor még mindig több mint 150 ezeren éltek Hongkongban, Tájföldön és a környező országban, és akkor létrejött egy Comprehensive Plan of Action, nem tudom én, átfogó a cselekvési tervnek is fordíthatnám, ahol több mint 10-valahány ország állapodott meg abban Ausztráliától, Kanadán át Izlandig, hogy ezekből a menekültekből átvesz néhányat, ha megbizonyosodott arról, hogy ők menekültek. Tehát azt látja a Peter Schmuck, hogy lenne esélye arra, hogy az államok komolyan együttműködjenek, azok is, amelyek nem személyükben érintettek. Például, ha másért nem azért, bocsánat, azért, mert más államok nyomást gyakorolhatnak rájuk. Ne feledjük el, hogy Pakisztánban most is több mint kétszer annyi menekült van, mint egész Európában. Ugye? Tűnik az afgán menekülteknek egy jó része vagy Pakisztánban van, vagy Iránban. Hát a Szíriában menekülteknek is Európa 10%-át fogadta be. 90%-uk nem Európában van. De a fairness azt követeli, nincs erre jó magyar szó, azért hagytam benne, azt követeli, hogy az állam önként vegyen részt ebben az felelősség megosztásban, minél szélesebb körül, annál hatékonyabb lesz, és hogy arányos legyen majd a terhek elosztása. Schmuck azt gondolja, hogy legyen egy hatóság, amely dönt ezekről a számokról, tehát hogy hány olyan személy van, akit át kellene telepíteni. Ez lehet a UNHCR, de nem kell az legyen. És érdekes módon nála a befogadandó személyek kvótáját meghatározó tényező egyetlen tényező. Tehát nem terület, nem lakosság, nem munkanélküliség, az ország gazdagsága. The wealth of the country. És azt mondja, hogy csak két kivételt ismerünk el, hogyha maga a leendő befogadó ország súlyosan emberjogsértő, akkor nyilván nem akarunk oda küldeni embereket védelemre, illetve a legszegényebb embereket, országokat kivonná a rendszerből. És a kvóta szélsőséges helyzetekben felfüggeszthető. A piac működéséről azt gondolja, hogy ez a piac működne, mert például zárt és gazdag társadalmak, amilyennek ő a Japánt látta 97-ben, készen állnának arra, hogy inkább fizessenek semmit, hogy fizikailag befogadjanak személyeket. És a hatóság elsődleges feladata nem a piac regulálása lenne, nem a piac önreguláló lenne, hanem az, hogy a menekültek érdekeit védje, tehát garantálja azt, hogy a valóvá áthelyezett személy jogai nem sérülnek az áthelyezés miatt. Ő szembenéz a legfontosabb három érvel, és majd, hogyha oda eljutunk, akkor szívesen szembenézek én is. Ugye a legfájdalmasabb egy rendes emberi jogi gondolkodónak az, hogy itt tulajdonképpen árúvá válnak, úgy látszólag árúvá válnak a személyek, amire egyrészt, hogy azt válaszolom, hogy az Európai Unió 6000 euróval édesíti meg mindazon államok sorsát fejenként, akik hajlandóak az áttelepítésben vagy az áthelyezésben részt venni. Tehát ezt a gondolatot mi már itt Európában elfogadtuk, hogy egy kicsi pénz az olajozza a mozgásokat. Másrészt van egy csomó szűkös jószág, amelyet ugyancsak piaci alapon osztunk el, még akkor is, hogyha a műves állomásoktól kezdve, még akkor is, hogyha azt egyébként erkölcstelennek láthatjuk. Az utolsó ilyen doktrinális javaslat, amelyre most sort kerítek,
Schneider, Engler és Angevent 2013-as tanulmánya. Ők a teljes EU GDP-re viszonyított és 5 év átlagos súlyozott átlagát, vagy 5 év átlagát, nem súlyozott, bocs, 5 év átlagát veszik 40%-os súlyjal, lakosságot ugyanígy 40%-os súlyjal, itt a terület szerepet kap 10%-os súlyjal, és a munkanélküliség ugyancsak az 5 év átlagában csökkentő erőként 10%-os súlyjal. A jobboldali oszlop lehet érdekes önöknek, mert azt láthatják, hogyha végig számoljuk ezekkel a kvótákkal azt, hogy a tényleges számok hogy viszonyulnak az elszmei kvótához, akkor azt láthatják, hogy vannak túlteljesítők, például Svédország, Belgium, és vannak alulteljesítők, például Németország. Tehát ezt a kvótát alkalmazták volna Németországra, akkor 2008 és 2012 között több menekülőt kellett volna fogadnia, mint ahányat valóságosan fogadott. Egy utolsó gondolatmenet, vannak az állami szervezeti javaslatok a védelem kívülre helyezésére, az externalizationre. Ugye az Egyesült Királyság állt elő ezzel, hogy nem mi védjük itt nagyon drágán a menekülteket, védjük őket a kibocsátó régiókban, fizessük meg. Ugye az Alexander névjavaslat, a Hesseway névjavaslat is ugyanezt mondta. Ezt egy időben Németország és Olaszország is erősen támogatta. Az EU akkor elutasította, de hogyha megnézik az EU bizottságának 2014-es jelentését, vagy most mondom közleményét, a nyílt és biztonságos Európáról, akkor azt láthatják, hogy ez a gondolat ott bizony felbukkan. És az utolsó diámhoz érkeztem, elnök úr, kedves hölgyeim és uraim. Az utolsó dia a szolidaritási rendszereket most megpróbáljuk kontextusba helyezni, hogy mit tehetünk, és mi változik attól, hogyha teszünk valamit, és attól, hogyha nem teszünk valamit. Ugye egyrészt hangsúlyozom, hogy más régiókban az európaihoz hasonló méretű mozgások rég voltak. Banglades, Vietnam, Afganisztán, Ruanda mind ennél sokkal több menekülőt mozgatott meg. Nem többet, mint ahányan Szíriából elmenekültek, de sokkal többet, mint ahányan Európába érkeztek. Az igazi üdvönség tehát nem a lépték, hanem egyrészt azt, ahogy ez elhangzott ma délőtt, hogy nagyon koncentrált. És az igazi üdvönség az én szememben az, hogy bizonyos államok feladták az állami funkcióikat, ott láthatják önök a teljes felsorolást Törökországtól Ausztriáig, lemondtak a területükre lépett külföldiek fölötti ellenőrzéstől. Tehát miközben megy a szuverenitás duma, mindenki nagyban papolja, hogy megvédtük Európát és határainkat, aközben de facto ezek az országok mind lemondtak az állami viselkedésről. Na most, akkor amikor azon gondolkodunk, hogy mit lehetne tenni, mert nyilvánvalóan nem lehet Németország feladata az, hogy mindenkiről gondoskodjon, akkor két út áll előttünk. Melyiken induljunk? Az egyik a problémára adott nemzeti válasz, majd mindenki magának küzdjön magáért, ez Schengen felszámolására vezet, visszavonulást az elszigetelt állami létbe, felerősíti az államközi versenyt, mondjuk Horvátország és Magyarország között, és a felelősség klasszikus áthárításával jár, feldarabolódással. A másik út, hogyha azt gondoljuk, hogy minden menekülő az Európai Unióba érkezik, nem Magyarországra, nem Németországba, nem Görögországba, az Európai Unióba érkezik, kialakítunk egy valódi egységes menedékjogi térséget, és a védelmet az európai démosz nyújtja. Nem a magyarok, nem a németek, nem a franciák. Ez lenne az unió. Hölgyeim és uraim, itt az irodalom. Igazán köszönöm kitüntető figyelmüket. Köszönjük szépen Nagy Boldizsának az előadást. Csak végül fölkérném Hárs Ágnest, hogy a migráció munkaerőpiaci vonatkozásairól tartsa meg a prezentációja. Először a technikai feladat, hogy itt maradt nekem Boldizsári, és sikerül a sajátom. Jó. Akkor azt hiszem, hogy az első feladatot sikerült teljesítenem, ezt a technikai részletet. És akkor igazából szeretnék formálisan is mindenkit üdvözölni, meg azt, amit ott ültem, és azt éreztem, hogy mégiscsak az akadémia, ahol különböző disziplinák elmondanak valamit arról, amit kitaláltunk, vagy kitalálták a szervezők, hogy legyen valamilyen szakmaközi beszélgetés arról, hogy mit kezdjünk azzal a kérdéssel, ami az év eleje óta egyre élesebben megfogalmazódott. És amikor írtam a prezentációmat magam is, de láttam, hogy más is egy alcímet írt mellé, én a munkaerőpiaci megközelítésről gondolkodva, odaírtam, hogy gondolatok a menekült válság után, és ennek a kontextusában próbáltam valamit elmondani, amiben
az az érzésem, hogy nem idegen az előttem elmondottaktól, de mégis egy nagyon speciális irányba, munkaerőpiaci oldalról közelítünk. Azt érzem ebben a menekültek körüli diskurzusban, hogy ez valahogy kicsit el is vész. Tehát az, hogy akkor mi történik, ez egy következménye a folyamatoknak. Kicsit posztmodernül a vázlat előtt pár kérdést, hogy újrafogalmazandóak-e ugyanebben az alcímhez kapcsolódóan fogalmaznék meg. Igaz-e az, hogy a menekültválság hatására a munkaerőpiac és a migráció korábban ismert összefüggéseit újra kell értelmezni és újra kell súlyozni? Megváltoztatja, felülírja a menekültválság a migráció korábban ismert mechanizmusait, a gazdasági hasznosságot? Mit kezdjünk mindazzal a tudással, ami ebben a kérdésben eddig felhalmozódott, és érdekes módon nagyon gyorsan a sajtó, a magyar és nemzetközi sajtóban egészen jó minőségben visszaköszönt. Tehát azokra a hivatkozásokra, amiket a munkaerőpiaci tudás felhalmozott, körülbelül augusztus vége szeptemberben elkezdődtek az ilyenfajta ismereteknek az alapján megjelent cikkek. Két kérdéssel foglalkoznék, a bevándorlás és az elvándorlás munkaerőpiaci hatására is valamilyen szinten, és miután a menekültválság ezúttal Európára irányult, Attila minden javaslata ellenére én Európára szorítkoznék. A menekültválság szempontjából megkísérlem újra gondolni azt a tudást, amit eddig ismerünk, és ezt valamilyen korábbi kutatások, stilizált tények alapján valamilyen megfogalmazást arról, hogy mit is tehetünk. És akkor miről szólna az előadást? Egyrészt néhány leíró statisztikával azt, hogy milyen a munkaerőpiaci környezet, amiben látjuk a kérdéseinket, a bevándorlás hatásáról a fogadóországban, miért jönnek, miért hasznosak. Az elvándorlásról szólnék valamennyit, a migráció és a menekültválság összefüggéseiről, valamilyen fajta áramlásokat, arányokat. Egy helyettesítési kérdést vetnék föl, a munkapiaci integráció kérdését ebben az összefüggésben, és odaírtam, hogy magyarországi hatások, de a prezentációban, amikor ezt írtam, akkor egy nagy kérdőjelet írtam volna, és ezért aztán azért hagytam benne itt az elején, hogyha bárki azt gondolja, hogy fontos erről gondolkodni, de ne kérjétek számon rajtam. Van róla véleményem, de ezt most egy kérdőjel venne itt az utolsó szlájd. És akkor néhány egészen szokásos állításnak az újragondolása fontos, amikor azt gondoljuk, hogy újra kell gondolni mindazt, az volt a közhelyeket, hogy mik a migrációt ösztönző és korlátozó erők, amit általában mindig sarokkőként használunk ahhoz, hogy miről is beszélünk, amikor migrációról van szó. Tehát a migrációt a különböző irodalmakhoz, amit itt most nem hivatkozom, a migrációt a gazdasági különbségek ösztönzik, amit migrációval elérhető bérelőnnyel, akár országok közötti GDP-vel, egyéni jövedelmekkel, attól függően milyen megközelítést alkalmazunk, lehet közelíteni. Örömmel követtem azt, hogy ez a jogban is milyen nagy hangsúlyt kap ez a gazdasági fontosság. Nem lehet úgy tenni, mintha ez nem lenne. A tetemes költségek visszatartják a migrációt, ez is természetesen közhely, de amikor leírtam itt a mostani, az elmúlt egy évnek az összefüggéseiben, akkor majdnem minden szóra tehettem volna egy kérdőjelet. Elkezdtem ezt a bevezető szlájdot kipirosítani, aláhúzni, aztán azt gondoltam, hogy inkább mindent kihúzok belőle, de a kérdések a levegőben lógnak. Tehát most akkor visszatartják-e, mik tartják vissza, mik ösztönzik a migrációt, mennyire azok. Ugye ezt, amit én kettes pontban használok, ebben mindent bele szoktunk rakni, amit valamilyen módon akár egy modellben is megpróbálunk számszerűsíteni. Tehát a költségek, amik pénzben mérhetőek, ezek is nagyon változóak. Az elveszett haszonban, a biztonságban, a szociális és a társadalmi deprivációban, ami a migrációval jár, az intézményi korlátokban, amik nagyon felerősödtek, és amik a migráció szelekcióját nagymértékben befolyásolják. Amikor azt látjuk, hogy milyen számokat nézünk, mindezek a folyamatok mögötte vannak a számoknak. Tehát, hogyha a tényeket nézzük, ezeket látjuk bennük. És a migrációt a kapcsolatok hálója gyorsítja,
a migráció költségeit csökkenti, a közlekedés, a kommunikációs kapcsolatok terjedése, könnyebb elérhetése, közlekedéstől az okostelefonokig, ami micsoda kiemelt fontosságú kritikai pontnak jelent meg az elmúlt év vitáiban. A diaszpórák fejlődnek, etnikai nisek alakulnak a migráció célországában, ami evidencia volt, és most pedig milyen veszélyes ponttá vált. Tehát akkor, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, rettenetesen fontos, hogy ezeket a két közhelyeket jól végig gondoljuk, és amikor valamilyen modellt megfogalmazunk, pontosan értelmezzük. És akkor néhány statisztika, leíró statisztika. A bevándorló munkaerőpiac sikeressége, teljesítése munkaerőpiaci mutatók alapján gyengébb a hazaiaknál, tehát ugye teljesen néhány statisztikát fogok mutatni, és én nem tudok oda-vissza ugrálni, úgyhogy oda-vissza fogok lépegetni, bocsánat. Tehát először is az aktivitási rátát, ami eltér a régi és az új országokban, az új Európai Uniós országokban a migránsok esetében, ez az ábra, tehát az jól látható, talán elég nagy is, hogy itt az aktivitási rátát, ami annyit tesz, hogy aki migránsként, bármilyen külföldiként az előző okok miatt jelen van egy idegen országban, itt az Európai Uniót, és ide vettem még az néhány az Európai Gazdasági Társaságnak, vagy közösségnek az országát is, ami jellemzően Norvégia, Svájc is része ennek a migráns klubnak, az európainak. Azt látjuk, hogy az aktivitási ráta hogyan tér el az Európai Unió és a nem Európai Uniós, ezt teszi lehetővé a munkaerőfelvétel, hogy ezeket a bontásokat nézzünk, hogyan tér el a nem külföld, állampolgárság szerint nézem mindig a külföldieket, ez a lazább kötődést jelenti, az nem állampolgároknak a munkaerőpiaci helyzetétől. Nagyon egyértelmű és jól elkülönül az új és a régi EU országoknak a képe. A nem Európai Unióból származóknak az aktivitása nagyon alacsony a régi célországokban, és hát én itt nem részletezem, de ezek a következtetések részben összefüggnek azzal, hogyha strukturálisan mondjuk a nők csoportok szerint, de hát itt az összesen adat is ezt jelzi. Tehát vannak olyan csoportok, amik sokkal jobban teljesítenek. Ugyanezt megnézzük a munkanélküli rátára, akkor azt látjuk, hogy hogyan tér el a munkanélküli ráta a hazai népesség munkanélküli rátájától, ami ugye hát egyértelműen a munkaerőpiaci integráltságnak egy klasszikus, mondjuk standard mutatója, és itt ugyanazt a különbséget látjuk, hogy a nem Európai Unióból származóknak a munkaerőpiaci kötődés a munkanélkülisége, és itt megint, sőt, hát itt nem mutatom be, de megnéztem, és hát rettenetes különbségek vannak a már nemek szerint, nemek korcsoportok szerint is, de az összegségében az még az Európai Unió új tagországai magyarázzák az EU 28-ból származóknak a munkanélküliségi rátáját, ez is magasabb, mint a hazaiaké. Ami mégiscsak egy fontos tudandó, bár nem nagyon lep meg bennünket, és hogyha a vegyes, és azt is megnéztem, hogy milyen a valamilyen szerkezetet mégis mutassak abban azokból a számolásokból, amit elvégeztem, az európai országoknak a migrációs szerkezetbeni különbségeiről. Két ábrát mutatok, az alacsony és a magasan kvalifikált országok, magasan kvalifikáltak arányát ezekben az országokban. Ez a migráns népesség kvalifikáltsága, itt azt látjuk, hogy milyen ugyanebben a technikában a hazaiaktól való eltérése az alacsony képzettségűeknek, és itt megint azoknak az országok szerepelnek, amelyekre volt adat. Itt eléggé nagy volt az adathiány az új tagországokban, ami azért kár, mert jobb lett volna, hogyha azt is láthatjuk. És itt hát látszódik, hogy az alacsony képzettségűek aránya a célországok, a fő célországokban, amilyen Németország, Franciaország, Belgium, Svédország, ott elég nagy, de ott az EU
új tagországaiból származik az, hogy az Európai Unió országaiból ott élő dolgozóknak a képzettsége is viszonylag alacsony. Ez eléggé karakteres különbséget mutat az Európai Unió országai között is, és a migránsok munkapiaci beintegrálódásának a lehetőségeit, majd vissza fogok erre az ábrára utalni, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen összetételű csoportról van szó, akik ott élnek, és ugyanaz az ábra a kvalifikáltaknak az arányát mutatja. Itt nagyon tanulságos, és visszaköszön arra, amit Attila is mutatott az ábrára, hogy az új országok, tehát én új tagországoknak nevezem, akik a volt szocialista régiónak a tagjai voltak, ott a nem európai országokból élő migránsoknak között a kvalifikáltak aránya magasabb. Itt nem szerepelnek persze létszámok, tehát ugye alacsonyak, hogy később még jönnek olyan adatok, amik létszámokat is mutatnak, tehát viszonylag kicsi közösségben nagy, magas az arányuk, ami természetesen nem elhanyagolható, de itten csak a összetételre vonatkozó számokat látunk. Ilyen környezet az, amivel, és hát ennek hosszabb elemzéséből ez egy szelet, ami a munkaerőpiaci környezetet mutatja. Akkor, amikor a bevándorlás munkapiaci hatásait vizsgáljuk, amikor a közgazdászok ezt vizsgálják, akkor eltekintenek ettől az összképtől, ezt inkább a politikára, a munkaerőpiaci politikával foglalkozókra hagyják. Amikor a vizsgálatok arról szólnak, hogy mi a munkapiaci hatása a migrációnak, akkor itt most a sokféle ösztönzőből a munkapiacra korlátozva, amiről beszélnék. A szokásosan a kutatások a bevándorlást a befogadó országok szempontjából vizsgálják, ami érthető, hiszen ők az erősek, akik befogadják a migránsokat. A kérdés az, milyen hatással van a hazai munkavállalók munkapiaci helyzetére a bevándorlás. Ez egy másik kérdés, mint a statisztika, ami egy állapotot mutat, és ugye ez az elveszik a munkahelyüket kérdésről van itt szó. Ez az egyszerű tankönyvi közgazdasági logika szerint a háztartások jólét a jövedelmektől, közszolgáltatások újraelosztásától függ. Azt, hogy milyen a migráció hatása, ezt nagyobb sokkokkal lehet csak vizsgálni, tehát pici számokkal nagyon kicsi a különbség, úgyhogy Magyarországon ilyenfajta vizsgálatok nem is nagyon képzelhetőek el, de nagyobb rendes ökonometriai vizsgálatokat nagyobb sokokban, sokok esetén alapos kutatások végeztek. Most, hogyha ezeket a standard közgazdasági tankönyvi logika szerint várnánk, akkor azt gondoljuk, hogy egy erőteljes bevándorlás egy sok hatására nő a munkaerő kínálata, csökken a hasonló helyzetű dolgozók egyéni bére, vagy és a nő a munkanélküliség, ugye itt van egy átváltás, és hasonlóan csökken a közszolgáltatásokhoz hozzáférés, romlik a hazai lakosság helyzete. Ez rendszeresen meg is jelenik a közbeszédbe, elveszik a munkahelyeket, és shopping around, tehát hogy a különböző segélyekért és szolgáltatásokért folyik a migráció. Na most a tapasztalat az, hogy a kutatási eredmények erre rendre, és nagyon szigorúan, nagyon keményen ellentmondanak, rövid távon és hosszabb távon is, ami visszatérő és nagyon erőteljes eredményt mutat. A hatások nagy migrációs sokok időszakában mérhetőek, ezt mondtam, kis pozitív hatások vannak ilyen esetben is, és ezek pozitívak, akár azt nézzük, hogy hogyan hat a bérekre, akár azt nézzük, hogy hogyan hat a foglalkoztatásra. De itt, hogy miért van ez? És itt akármilyen nagyhívű gondolkodás is az, ami a migráció kérdéseit még a napjainkban még erősebben globálissá tette, a munkaerőpiaci vizsgálatok pici szegmensekben és pici árnyalatokban kénytelenek azt a kérdést megválaszolni, hogy miért van ez így.
A bevándorlók a munkaerőpiacon helyettesítő vagy kiegészítő, kompetitív vagy komplementer helyzetben vannak a hazai dolgozókkal, aki helyettesíti a migránst a hazaiakhoz hasonló készségekkel, képességekkel bír, versengő helyzetben van, és ez hat a bérekre és a foglalkoztatásra. A standard közgazdasági logika ezt támasztaná alá, és ez okozná azt, hogy elveszik a munkahelyeket, stb. A legalacsonyabb bérekben, és hát itt kitüntetett helyzetben a korábbi migránsok is ebben a szegmensben vannak, sokkal gyakoribb ez a fajta hatás, de még itt is inkább kiegészítő, mint komplementer a hatás. Például egy migráns nem tud nyelvet szemben az alacsony bérszegmensben élő tartózkodó hazaiakkal, tehát még akkor is más a pozíciója, rosszabb munkát, másfajta munkát vállal el. De fontos azt is látni, hogy ez a kutatások nagy része, amik készültek Amerikában és Európában is, olyan időszakban, amikor nagyon nagy tömegű, alacsony képzettségű munkaerő áramlott be, akkor készültek, de ugyanez a helyzet lehetséges akkor is, ha hasonló helyzetű, kvalifikált a munkaerő áramlik be, amelyik leszorítja a béreit a hazaiaknak. Ilyen például a skandináv országok közötti migrációban lehet kimutatni, amikor mondjuk Finnországba mennek a svédek, vagy vissza, ott határozottan kompetitívé válik a munkaerő, és amikor, amit most nem mutatok be, csináltunk hazai vizsgálatokat, ott is az látszódik, hogy a szomszéd országokból át dolgozók okoznak ugyanilyen hasonló munkaerőpiaci pozíciót, és ott vélelmezhetjük, nem tudjuk igazán mérni a hasonló helyzetű kompetitivitást, de a kiegészítő hatás az, ami igazából a leggyakoribb, és ezek igazolódnak a kutatásokban. Eltérő készséggel, jobb, gyengébb vagy más készségekkel bíróknál nincs versengő helyzetben a hazai dolgozókkal a munkaerőpiacon a külföldi, kiegészíti hazai dolgozók tevékenységét, és ez a kereslet növekedéssel, a munkahelyek bővítésével jár együtt, és ez magyarázza azt az erős vonzerőt, ami minden magas munkanélküliség és rossz munkapiaci helyzet ellenére fenntartja munkapiaci szempontból a migrációt a fogadó országokban. Most, hogyha empirikus vizsgálatokat nézünk, akkor azt is látjuk, én most itt nem fogok adatokat, mert nagyon szépeket, ahogy mondtam, a skandinávoknál nagyon sok szép modellt lehetne elmondani, a idő hiányában, talán ezt most nem, de nagyon egy irányban mutatnak ezek a modellek, kvalifikált bevándorló kiegészítő munkapiaci, kvalifikálatlan bevándorló kiegészítő munkapiaci helyzetben a magasabban kvalifikáltak bérét és munkapiaci helyzetét javítják, rövid hosszú távon vizsgálható szektorális panelvizsgálatokkal, rövid távon bért, hosszabb távon munkapiaci előrejutást tesznek lehetővé, hosszabb távon a munkapiaci pozíció is javul a tovagyűrűző hatások révén. De fordított hatás is fontos, tehát nem csak az alacsony jövedelműek tolják fölfelé a magasabban kvalifikáltak béreit, hanem egy kvalifikáltak, az alacsonyabban kvalifikáltak bérét is húzhatják oly módon, hogy ugyanezen komplementer hatás révén keresletet teremtenek nagyon sokféle munkára, és összességében mindez egy gazdasági növekedés irányába hat. Az Európán belüli migrációban, ahogy ezt a statisztikákban is látszódott, az új tagországokból nagyon erős migrációval, de máshonnan is mérhetően, magasabb a kvalifikált munkaerő mobilitása, mint a kvalifikálatlan kívülről beáramlóké, és ezt az második hatást, tehát a fölfelé húzható béreket lehet mérni. Üzenetsorban hivatkozott kutatásnak az eredményét mutatom be, a bevándorlás hatását az alacsonyabban képzettek bérére, jól látszódik, hogy irány az a migrációs rátát mutatja, és jól látszódik, hogy minél alacsonyabb a migrációs ráta, annál kisebb a hatás a bérekre.
Az elvándorlás munkapiaci hatását mutatja ugyanennek a kutatásnak egy fordított grafikonja, amikor azt látjuk, hogy itt feltételezve azt, hogy a kvalifikáltak elvándorlása, mert azok mobilabbak, erőteljes, és azt mérték, nagyon erősen csökken a kibocsátó országban a béreknek a hatása az alacsony foglalkoztatottaknál, tehát ez egy nagyon szigorú és nehezen elhagyható munkaerőpiaci egyensúlyt jelent. És akkor az elvándorlás opciójára egy ábra, hogy akkor most hogy is van az elvándorlásra, pótolhatóak-e ezek a hiányok bevándorlással, egy egyszerű népességfogyásra, népességszámváltozást mutató ábra az Eurostat honlapjáról, amit onnan számolgattam, és a kis X-ek, azok, vagy kis fekete bigyók, azok a bevándorlási áramlásokat mutatják, nem azt okot, az éves beáramlást. Azt látjuk, hogy azokban az országokban, ez a kelet-európai országok itt, ahol itt jelzem ezzel a kis kiemeléssel, ott nagyon nagy a népességfogyás és nagyon kicsi a bevándorlás, úgyhogy itt most érdemes politikáról gondolkodni, de kutatási eredményekről nem nagyon lehet. Itt a bevándorlásnak a helyettesítése a elvándorlásra az vizsgálandó okokból, például ezeknek az országoknak az elvándorlást okozó és bevándorlást korlátozó lehetőségei miatt van így. És akkor, ha még egy pici időt kaphatok, akkor a menekült válsággal kapcsolatos reflexióból pár szlájdot nem nagyon sokat mutatnék. Egy kis becslést, itt a népességszám arányában számoltam ki, összeadtam az Eurostat honlapján az egyes országoknak a népességét, és ennek arányában a migránsok a származási országbeli arányát összesen beáramlásadatokat néztem, tehát nem a stockot, hanem azt, ami abban az évben beáramló, a legutolsó elérhető év 13 vagy 12 volt attól függően, hogy milyen bontásokat használtam. Azt látjuk, hogy ez az európai népességnek a 0,5%-a az a beáramlás, és itt megbontva a küldő országokból, európai és Európán kívüliekből szerepel az arányokban, és itt vannak a tényleges számok. A tényleges számok, amik ugyanígy az EU 15-12 remélem láthatók a számok és az, hogy mihez tartozik, az fontos, hogy ez 2,5 millió ember egy évben a beáramlás. Tehát támogatva azt a Boldizsár által is hangsúlyozott tényt, hogy itt nem a számokról van szó, nem a számokról van szó akkor, amikor egy évben beáramlik ennyi ember. Ki is áramlik, de itt már ezekről meg vannak tisztítva a hazaáramló saját polgárok, de a mobilitás természetesen az országok között jelentős, és ebből felhívnám a figyelmet, ebbe a 769 ezres közepesen fejlődő országokból egy évben beáramló Európai Uniós tömegből, ami azért tekintélyes. Tehát felszívható, ha igazán ez a kérdés erről szólna. Ugyanezeket az arányokat megmutatnám, itt EU-nem EU bontásban, és az időre való tekintettel lesz egy gyorsabban. Azért nagyon színes, mert szépen sorban az Európai Unió régi új tagországai és azt a három fejlettség szerinti bevándorlási arányt mutatom, és az fontos, hogy nagyon eltérő az országoknak a struktúrája, és így a felszívó képessége, és ezzel én azt gondolnám, hogy például azokat a kvóta, vagy az elosztás, nem tudom, hogy mi a helyes, nem kvóta, de azokat az elosztásokat munkaerőpiaci struktúra szerint is figyelembe venném, mert nem elegendőek azok a számok, amik nem képesek felszívni pont ezek miatt, a strukturális eltérések miatt a migránsokat, ha ezek menekültek, és a munkaerőpiacra belépnének. A menekültválság hatása, a milyen munkaerőpiaci teljesítést látunk akkor, hogyha erről a kérdésről gondolkodunk. Ha a migráció jelentősen csökkenne, és a menekültek helyettesítenék a migráció résztvevőit, akkor volumenben a menekültek nem okoznának tehát nehézséget. Kérdés, hogy ez az alkalmazkodás hogy néz ki azon sokaságban, akiről beszéltünk, tehát akik nem menekültként érkeznek, vagy hát nagyon kevés azoknak az aránya ebben a 2,5 millióban, akik azok. A munkapiaci hatás függ a komplementer és a kompetitív karaktertől, nagy a bizonytalanság ebben a kérdésben. Amennyiben, ugye nem tudjuk, hogy akik beáramlanak, milyen kvalifikáltságúak, amennyiben a kvalifikált munkakínálat növekedne, a migráció komplementer jellegét erősíti, és várható munkapiaci hatás hosszabb távon kedvezőbb lehet.
A kvalifikálatlanabb csoportok beáramlása az egyébként is kedvezőtlen munkapiaci mutatók mellett nagyobb kockázatot jelent, korai és hatékony integrációs programmal csökkenthető. És itt nagyon hangsúlyoznám, kétszer fogok még az integrációs programra hivatkozni, semmi másra, de ezt fontosnak gondolnám a kvóta mellett, mint üzenetet, hogy mivel kell foglalkozni, korai és hatékony. Az csökkenti a kvalifikálatlanok csoportok munkapiaci integrálatlanságát, és ezzel a munkanélkül is és inaktivitást. Bevándorlók csoportjainak munkapiaci integrációja eltérő ütemű attól függően, hogy milyen csoporthoz tartoznak. Itt egy ábrát mutatok, az EULFS adhok moduljából származó ábra, az a tartózkodási idejét és a különböző fajta csoportoknak statisztikai korlátokban, de mégiscsak jól jelzi azt a utolsó szlájd következik, azt az eltérését, amiből azt látjuk, hogy 5 év alatt elkezd, ugye ebből 1-2 év az eljárás, és akkor 5 év alatt elkezd a munkapiaci integrálódás a befogadottak esetében is megvalósulni, és 10 év, amíg körülbelül a hasonló helyzetben bekerül. De ilyenfajta kutatásokat tudunk arra is, hogy máshogy alkalmazkodnak nyelvtudástól kezdve sok minden visszafelé szorítja a külföldiek beilleszkedését. Nagyon szépen látszódik az, hogy ez nagyon türelmes és fontos dolog. Ugye ezeknek az embereknek egy része hazamegy 10 év alatt, más része viszont az integrációs folyamatban így látszik az EULFS adatok alapján. És akkor a munkapiaci teljesítés szempontjából a menekültek kiszolgáltatott helyzetből fakadó munkavállási kényszere erős, motiváltak, alacsonyabb béreket, kedvezőtlenebb feltételeket is elfogadnak, az alacsony státusú népességgel szemben a komplementer hatás érvényesülése viszont nagyobb veszélyt vagy kockázatot jelent. A menekültek szelekciója, önszelekciója nem munkapiaci, de feltétlenül motiváltak. Itt ismét megjelenik az a javaslat, hogy az integrációs programok nagyon fontosak, eltérően működnek, nem lehet az analógiákat előszedni. És a bevándorlás mértékének kritikus határa nem ismert, nem tudjuk. Következtetések a jelenlegi mértékű migrációra vonatkoznak. Az összes tudásunk arról szól, hogy mennyit tudnak integrálni azok a migrációt vonzó országok, amelyek ezt teszik. Nem tudjuk, hogy milyen mértékű migráció érvényes a komplementer hatásban rejlő növekedési előny. Ezt a 2013-ban megjelent Collier kötetnek a következtetése, nagyon egyetértettem vele, de ha egyszer ott volt a ha élményem, akkor itt hivatkozom rá. És ez azért fontos, mert ebben a pillanatban azok a fajta tankönyvszerű, a migráció ellenható munkapiaci hatások is beléphetnek, és nem gazdaság és nem munkapiaci korlátok, a közgazdasági korlátok előtt jelentkeznek. Ez általában így van, de hát az összes olyan beszéd és diskurzus, ami a menekültválságot övezi, az ezt még inkább fölveti. Azt gondolom, hogy ennek ellenére nem lehet úgy tenni, mint hogyha a korlátokat nem írná felül a munkapiac ereje. Köszönjük szépen. Van néhány percünk még az ebédszünetig. Ha valakiben megfogalmazódott olyan kérdés, amit itt meg is osztana velünk, akkor használjuk ki ezt az alkalmat, és tegyük fel a kérdést. A mikrofont légy szívid, Doda, ott már van egy jelentkező. Gyertek ide, hogy így könnyebb legyen, majd válaszolni is. Én nem tudnám megmondani, hogy ki ezt címzem a kérdésemet, talán Hárs Ágneshez és Attilához. Tehát a kérdés az, hogy a szokásos magyarázó modellek lineáris módon érvelnek, tehát a push and pull faktorok, és mindig az egyén helyzetét nézik. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon is nem lineáris tényező, az, hogyha egy országon belül fölbomlik a társadalom szövedéke, akkor azok, amiket normálisan visszatartó tényezőknek tekintenék, azok nem tudnak érvényesülni, vagy pont az ellenkezőjébe váltanak át. Tehát szeretném, hogyha erre valamilyen értékelő választ kaphatnék, hogy
például Szíria esetében, vagy más példák esetében, milyennek a jelentősége, hogy ami egy kisebb méretű mozgásra még működő, az egész társadalmat feldúló állapot esetében már nem működő magyarázó. Tessék. Mondanám a rövidebb választ, azt gondolom talán, Attila is. Azt az utolsó állításommal azért is gondoltam azt hangsúlyozni, hogy nem tudjuk, hogy meddig érvényesek ezek a modellek. Valóban nem tudjuk. A modellekben bele lehet olyan paramétereket építeni, amelyek a bizonytalanságot is hangsúlyozzák, és ezt a linearitást oldják. És ha mindez megszűnik, akkor gondolkodnunk kell új irányokba, és nem szabad használnunk a régieket. Én ezzel teljesen egyetértek, csak pontosan kell tudni azokat a dimenziókat, amikor már felbomlik, vagy nem, és azt vizsgálni kell. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem így van, ha még működik, és fordítva. De a kérdéssel egyetértek, és nem tudjuk, hogy hol a határ. De hát az az empiriának az értéke, hogy azt majd megtaláljuk. Reméljük, hogy látjuk is. Én csak egy mondatot, igen, vannak nem lineáris hatások, tehát ezt pont a hosszabb távú történeti elemzések mutatják, hogy vannak nem lineáris hatások. Főképp, hogyha intézményrendszerben radikális átalakulás indul el, akkor az át tudja írni a dolgokat. Itt azt gondolom, hogy itt a gondolkodásban több szinten kell mozogni. Tehát amit Ági elmondott, az nagyon fontos dolog, ami ezt a komplementer hatást mutatja. Hosszabb távon azonban van egy nagyobb problémája ennek az egész térségnek. Mégpedig az, hogy jóval korábban megszűntek, meg átalakultak munkahelyek, semmint, hogy elérkeztünk volna ehhez a válsághoz. Tehát itt már nagyon komoly feszültségek vannak azzal, hogy a tőke jelentős mértékben elment, rengeteg ugye a gyártómunka leépült, és ez olyan embereket tett idegessé, akik most nem azon az, hogy idejött a bevándorló, majd kinyomta ezeket az embereket, hanem már egy gazdasági szerkezetváltozás elindult 30 éve, ez zajlik, ennek komoly feszültségei vannak, és ebben a feszültségben értelmeződik több dolog. Tehát, hogy ezt is érdemes megnézni, hogy ez hosszabb távon hogyan alakul. Én azt gondolom, hogy itt azért fogalmának ketté kellene választanunk a reguláris migrációt és az irreguláris migrációt. A reguláris migráció nem jár sok hatással, hiszen kontrollált. Tehát a reguláris migráció célországa dönthet arra, hogy kit enged be és válogat. Ott nincs sok hatás. Az irreguláris migráció, tehát az, amikor nagyon sokan menekülnek egyszerre, az a tapasztalat szerint nem rombolja el, nem rombolja szét a befogadó ország társadalmát. Malaviban például egy 7 milliós országban 700 ezer mozambiki volt, nem rombolta szét. Ruandai 2 millió nem rombolta szét, az 5 millió afgán nem rombolta szét. Tehát a menekültek nem rombolják szét a védelmet nyújtó ország társadalmát. Arra szükség lehet, hogy nemzetközi segítséget kapjanak. Tehát, hogyha Máltára megérkezik 300 ezer ember, akkor joggal kívánhatja Málta azt, vagy hogy ő kapjon komoly segítséget, és főképp azt, hogy helyezzék át Máltáról más országba. Tehát annak ezt válasszuk szét, reguláris migráció nem jár sok hatással, ami sok hatással jár, az nem reguláris migráció, de a megérkezők nem rombolják szét, a tapasztalat ezt mutatja, Bangladesh, India, hosszan sorolhatom, nem rombolják szét, akármilyen sokan jönnek, nem rombolják szét. Extrém helyzetekben az államok foglalkoztak azzal, hogy lezárják a határaikat, tehát egyszer Törökország az Irakból menekülők elől akarta lezárni a határait, egy időben visszalögdösték az indokínai menekülőket a tengerre, de ennek nagyon gyorsan véget vetettek, amikor Macedónia ezzel fenyegetett a délszláv háború idején, hogy a Koszovóból jövőket nem engedi be, akkor a nemzetközi közösség közbelépett és 100 ezer embert áthelyezett Macedóniából, tehát Macedónia újra megnyitotta a határait, és akkor 100 ezer embert elvittek Macedóniából sehol, a menekültek szét nem rombolták a fogadó társadalmat. Ott is egy kérdés. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogyha jól látom, akkor a munkaerőpiaci elemzés azt mutatja, hogy vannak országok, ahol a bevándorlóknak az aktivitása magasabb, mint az őshonos népességé, ilyen a mi térségünkben több ország, és vannak olyan országok, ahol alacsonyabb, tehát a foglalkoztatás kisebb a bevándorlók körében. Ha egy picit finomabbá tesszük, nagyon gyorsan mentünk keresztül a szlájdokon, lehet, hogy benne volt, de szeretném, hogy picit visszamennénk, akkor a két véglet között milyen típusokat tudunk találni, és ehhez még hozzátenném azt a kérdést, hogy,
hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy a bevándorlók milyen hosszú ideje tartózkodnak az adott országban. Szóval igazából nem tudom, hogy ebben hol helyezzem el most azt a 6-7-8 millió immár második, tehát hogy 30-40 éve bevándorolt embert, akik mondjuk Németországba dolgoznak, és én azt gondoltam, hogy az ő munkaerőpiaci aktivitásuk elég jelentős volt, de ott már van egy második nemzedékről is szó, ugye? És bocsánat, még hozzátennék egy kérdést, hogy a munkaerőpiaci aktivitás szempontjából hogyan méri a rendszeretek, a munkaerőpiaci felmérés azokat, akik az etnikai gazdaságban vannak. Tehát a nagyon-nagyon sok kebabost, akinek a gyereke is kebabosok, tehát akik egy ilyen párhuzamos gazdaságban foglalnak helyet. Tehát, hogy azoknak mi az aktivitás? Akiket én néztem munkaerőfelmérésben, külföldi állampolgárok. Tehát a több generációsoknak a munkapiaci integrációja, ami miatt még nehezebb vizsgálni a migrációt, mert a születés az Magyarországon fölnagyít olyan fajta kérdéseket, amik nem a több generációs migránsok kérdése, azt a munkaerőpiacot, mikor, a munkaerőfelmérést, mikor néztem, azokat vizsgáltam, akik külföldi állampolgárok, tehát akik még vélhetően első generációsok, de ez nem javít azon a helyzeten, hogy lehetnek már régebben is az országban. Nincsen időadat, ezt nem tudom megmondani. Ez a becslés, hogy állampolgárok, ez a kevésbé régen ott élők proxia. Amire kérdezel, az teljesen jogos, struktúráltabb, nem agregált adatokkal jobban látszódnak a különbségek, hogy melyik szegmensek azok, akik rosszul integráltak. A munkaerőfelmérés nagy eséllyel tartalmazza azokat, akik az etnikai gazdaságban dolgoznak, amikor elérik őket, és mindazokon a nehézségekkel bír, amit a munkaerőfelmérés az eléréssel a nagyon etno gazdaságokban, Magyarországon is és külföldön is tapasztal, oda megy, nem tudja megtalálni, alulbecsültek talán, túlbecsültek azok, akik munkanélküliek, és akik alkalmazottak, nem. Én ezt most itt nem kontrolláltam erre a dologra, ez egy illusztráció volt arra a helyzetre, hogy nagyon eltérőek. Viszont egy rövid válasz arra, amit kérdezel, a válság előtt volt olyan vizsgálatunk, ami aztán a válság nem tudom, hogy mennyire írta felül, mert azóta kevés idő telt el, ott nagyon jól látszódott, hogy azoknak az aktivitása, akik új migráns országok voltak, eminensen ilyen volt Spanyolország, Írország, ott nagyon magas volt az aktivitás, és nagyon alacsony volt a munkanélküliség az első generációs migránsoknak így mérve, és ez a dolog akkor igazolható volt az új tagországokban is, nálunk is, bár ott nagyon alacsony a migráció, tehát ott azért én óvatos lennék az összehasonlításra, inkább az eltérést hangsúlyoznám most. De akkor úgy 2008 előtt ezek a különbségek nagyon plauzibilisek voltak a migrációt támogató és a régi migráns országok között. Van még kérdés, amit ebben a körben fel akarnak tenni? Hát ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a részvételt, és 14:00-kor folytatjuk a következő szekcióval. Köszönöm szépen!